Három évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal szerveztük meg az első Mártonnapi lámpás felvonulást, és akkor az érdeklődés az nem lankadt, úgyhogy úgy gondolom, hogy lassan hagyománnyá érik. Ennek az a célja, hogy a szeretet lángját körbevigyük, és hirdessük, hogy ebben az iskolában a szeretetnek milyen nagy szerepe van. Szent Márton nevéhez fűződik, Szent Mártont ezen a napon temették el, Szent Mártont védőszentjeként tiszteli Magyarország és Franciaország is. Magyarországnak azért van kapcsolata Szent Mártonnal, hiszen Szent Mártonnak az édesapja katona volt, és abban az időben, amikor Szent Márton született, éppen Pannóniában, Szaváriában, a mai Szombathelyen állomásozott a hadsereg, és itt született meg Szent Márton. És aztán nagyon sok országot bejárt, de Magyarországhoz is kapcsolódik, míg végül Tours városában választották püspökké. Innen ered a libákkal való kapcsolata Szent Mártonnak, és amikor meghalt, akkor a temetésén nagy sereg kísérte, és ez egy késő esti órában volt, amikor a lámpásokkal világítottak, és úgy kísérték az utolsó útjára, és utána évről évre megismételték az emberek, és innen ered. Természetesen Szent Márton napjához nagyon sok hagyomány is, és az iskolánknak nagy szerepe van a hagyományápolásban is, hiszen ez a nap a őszi munkálatoknak a befejezése és a téli pihenésnek az ideje. Időjóslás is kapcsolódik hozzá, valamint a lámpás felvonulás, ami hamarosan a kezdetét veszi, és aztán a libalakoma is kapcsolódik hozzá, ami majd ennek a rendezvénynek a befejezése lesz. Az egész iskola részt vesz rajta, valamint várjuk az iskola kóstolós csoportnak a tagjait is, de természetesen az óvodásainkat is nagy szeretettel várjuk, de a szülőket is, nagyszülőket is, és bárki csatlakozhat hozzánk a városból, akinek kedve van a szeretet lángját végigvinni. Már őszi szünet előtt óta elkezdődött a készülődés, hiszen ezeknek a lámpásoknak az elkészítése saját kezüleg történik, és nem csak saját maguknak, hanem még a kis ovisoknak is, a iskolakóstolósoknak is elkészítették a kis lámpásokat. Valamint hál' Istennek szorgos szüleink is vannak, és készültek mézes kalácsból libák is, amelyet ajándékként fogunk tudni adni. Aztán a szülőknek a segítségét itt is szeretném megköszönni, hiszen már készen áll a libalakoma, megkenték a zsíros kenyeret, felszeletelték a lilahagymákat, megfőzték a teját, amit majd a rendezvény végén a libalakomán lehet elfogyasztani. És itt szeretném még megemlíteni, hogy ennek a rendezvénynek a támogatásában a Balogh Szilveszternét, a szülői munkaközösség egyik tagját, valamint a nagymamát, Karas Lajosnét, akik felajánlották a két reflektort, ami a szeretetnek a két fő lángja lesz a mai estén, bevilágítja majd itt az udvart, valamint Sós Józsefnét, aki a kislibákat készítette mézes kalácsból, aztán Ferenci Andráját, aki koordinálta ezt az eseményt, valamint nagy szerepe van a ennek a rendezvénynek a megszervezésében az első-második osztályos munkaközösségnek, illetve azoknak a kollégáknak, akik itt a Kossuth tér 4 szám alatt dolgoznak. Én itt is szeretném megköszönni az ő munkájukat.